Na, sziasztok! Hát, ahogy a címből is lehet tudni, ma az lesz a célunk, hogy legalább a ranked második helyre valahogy elérjünk. Hát így a tegnapi szívás után nem tudom, hogy erre mennyi esély van, de hát remélhetőleg sikerülni fog. És úgy fog sikerülni, hogy nem kapok közbe agyvérzést. Ugye már ott hagytuk abba, hogy egyedül a Dragon, ott már másodikok vagyunk, viszont mindenhol máshol még harmadikak. Úgyhogy sajnos, én azt mondom, hogy kezdjük a legrosszabbal. Mert hát mi mással. Ismét 6-körös verseny, ismét körverseny. Nem bánnám, hogyha sikerülne elsőre. Mert tényleg azt már megfigyeltem tegnap, így a kettő stroke között, hogy egyszerűen a körversenyen valamiért sokkal rohadékabb az AI, mint az összes többi versenytípuson. Csak ez ugye azért kibaszás, mert a körverseny a leghosszabb. Úgyhogy itt, hogyha mit tudom én, az ötödik körbe sikerül elbaszni, akkor elbasztunk több percnyi versenyt. Jó, viszont látom, hogy itt legalább ez a dupla shortcutos rész van, de az a baj, hogy itt mellettem ez a köcsög, nem tudom ki, de ez is sajnos használja. Jó, hát remélhetőleg ez ilyen egyszeri alkalom volt. Azt ő persze, hogy jól érkezett meg, nem baj. Én legalább előbb tudtam elindulni. Igen, mellette esetleg, aki így nem nézett bele az előző részbe, ugye az Eclipse le lett cserélve. Hát ez annak volt köszönhető, hogy egyszerűen az egyik körversenyt az Istenért nem tudtam megnyerni. Pont a tegnapi legfelbaszósabb körversenyt. Úgyhogy hát ki kellett választani egy olyan kocsit, ami gyorsabb. És ugye, hát bár csak egy vonással, de a Skyline-t az gyorsabbnak írja a játék, és hát az a bibi, hogy látszik is rajta. Mert azt hiszem kizárólag a gyorsulás volt az, ami egy csíkkal jobb ennél, mint az Eclipse-nél. A kurva anyádat azt jössz belém. De az a baj, hogy az a gyökér, ez állandóan használja a shortcutomat. Na végre, most már nem. Na most meg sokkal, most már olyan shortcutot használtam, mint nincs is a mapon. Try.
jött be erre. Na, hát hogyha nem kapok el egy szegélyt se, akkor ezt meg is nyertük. Elsőre! De most a te vészelő még több, mint a fél nitrón megvan. Na, hát igen, ez a baj, hogy ennyit számított ez, hogy sajnos ez valószínű lesz, hogy a többi játékban is elő fog jönni, hogy egyszerűen hiába akarom egy Mitsubishival végigvinni, tehát nem lehet. Mert ugye az Eclipse-el is már úgy tudtam csak körversenyen, hogy fest lögdösnöm kellett kifele a többieket. És ugye tudom, hogy a legalábbis annó, amikor még végigjátszottuk nővéremmel, még amikor kijött, például a Carbon is így volt. Hogy ott ugye bár mondjuk azt én évekkel később tudtam meg, hogy ugye a Carbonnál úgy van, hogy a játéknak a legeslegelején ugye választani kell, hogy milyen autót viszel magaddal. És én ott mindig az izomautót, tehát a Camarót választottam, és én azt nem tudtam annó, meg nővérem sem tudta annó, hogy az egész karriermódot az meghatározza. És lesznek olyan kocsik, amiket csak akkor old fel, hogyha az adott tehát hogy az adott autótípust választjuk a leges legelején. És így emiatt van az, hogy azt hiszem talán Subaru is lesz, meg Lancer is van benne, tehát az Evo, azt hiszem az Evo 8-as van benne. Szóval. De az Evo 8-os az szerintem azt az összes kampány feloldja. Viszont hiába lesz az 3-as szintű kocsi, tehát magyarul maxos kocsi, emlékszem, hogy azzal nem tudtuk végigvinni. Tehát ott kizárólag a Lambóval lehetett, volt valami Porsche, meg azt hiszem ott a leggyorsabb kocsi az egy McLaren Merci volt. Úgyhogy tehát így ebből adódóan valószínű, hogy lesznek még ilyenek, hogy ameddig lehet elmegyünk egy Mitsubishival, és akkor utána meg ami a leggyorsabb. Mert aminél ugye tudom, hogy megvan oldva, és végig tudjuk vinni az elejétől, majdnem az elejétől, az ugye majd a Pro Street lesz. Mert ott az összes kocsi, tehát még az alapkocsi, amit választunk, tehát ott az alapkocsival végig lehet vinni az egész játékot. Ja, hát nyilván azt is bele kell kalkulálni, hogy ott ugye vannak ezek a kasztok, tehát hogy ott több, tehát ott nincsen olyan, hogy egy kocsival megyünk, hanem ott ugye van körversenyre egy kocsink, sprintre egy kocsi, driftre, de tehát a gyári kocsikkal végig lehet vinni az egész játékot, hogyha tuningolgatjuk. Na, itt is megvan a második hely. És akkor már csak driftnél nincs meg szerintem. Aha. Hát, most nem ad semmilyen ilyen pluszt, csak pénzt. De tényleg innen is látszik, hogy egy kicsit elgondolatlan, hogy non-stop kapjuk a pénzt, ugye szarásig, de látszik, hogy a leggyorsabb kocsit meg tudtam venni. Ezt úgy, hogy ezért, hogy közben összes performance meg van véve, ugye kicsi optikai tuning is van. Úgyhogy most így gondolkozok, a Most Wanted-be se lehet, azt hiszem, a kezdőkocsival végigvinni. A Heat-be, abba azt hiszem végig lehet.
gondolkodok, hogy mi az, amivel... Hát az Undercover az már teljesen kiesett a fejemből, meg most nem a PS2-es lesz végig játszva, hanem a PC-re lesz. Emlékszem, mi volt még. Hát az Underground 2-be szerintem ott se lehet kezdőkocsival végigvinni. Mi van még? Hát ezeken kívül meg amúgy nagyon sok Need for Speed-en nem is játszottam többet. A izével játszottam, ugye a Run-nal. Hát ott ilyen nagyon hülyén van megoldva, hogy rohadjál meg. A Run-nál ugye ott úgy van, hogy ott nem kell venni kocsit, ott nem lehet tuningolni se, tehát ott semmi nincsen, az egy ilyen üres, sima versenyzős játék. Az új Most Wanted, hát a újabb Most Wanted, ott is csak az vagy, hogy csak felszedjük a kocsikat, tehát ott sincsen egy ilyen konkrét induló kocsi, meg tuning se. Hát így ennyi van meg. Van a 2015-ös, hát ott én tuningolgattam. De ott ugye az, tehát az megvan nekem az a játék, de azt nem vittem végig. Úgyhogy, ja, tehát így a későbbi részekben, ugye a Pro Street-től kezdve van az, hogy az alapkocsikkal végig lehet vinni. Ó, ne bazd már meg! Hát geci! Szopjál le, bazd meg! Kibaszott utolsó kanyarba. Igen, mert végülis, ahogy így végigveszem a sorozatot, hogy mik lesznek, tehát ugye most ez még az Underground 1. Ugye lesz az Underground 2, azt a retkes köcsög még meglök, bazd meg. De lesz az Underground 2, utána jön a Most Wanted, utána jön a Carbon. Azt hiszem a Carbon után jönni is fog majd a Pro Street. Pro Street után fog jönni az Undercover. Undercover után igen, Undercover után... Hát vagy a Shift jön, vagy a Hot Pursuit. Azt majd meg kell néznem. Akkor utána, tehát bármelyik is jön, utána jön a másik. Lesz a Shift 2. A Shift 2 után fog azt hiszem jönni a Run. És akkor, ja, de igen, tehát ott nekem nagyon összefolyt, hogy ugye lesz majd még az új Most Wanted, ugye lesz a Rivals is, ugye lesz a 2000, ott a 2015-östől tiszta megint, hogy ugye lesz a Rivals, lesz a 2015-ös, utána jön a Payback, utána jön a Heat, és utána az Unbound. Úgyhogy szerintem nyáron még ez menni fog, de hát ki tudja. Igen, mert ugye én nagyon sokszor, tehát be is vallhatom, hogy én amúgy szoktam nézni az Otherworld-nek a mai napig a kritikáit, én 2010 óta nézem őket. Vagyis hát most már csak őt, hát most már Zoliból áll gyakorlatilag az egész Otherworld, és ott volt egy olyan kérdés, ami kurva sokszor nem értek vele egyet, de ez benne van. És volt sokszor olyan kérdése, hogy ugye erre nem nagyon tudott választ kapni, hogy ugye ő nagyon szereti a Forzákat, illetve hát most már a Gran Turismókat is, nem tudom, hogy annó is szerette, de most már szereti. És így feltette egy költői kérdést ugye a nézőknek, hogy tehát, hogy a Forza meg a Gran Turismo mellett, na megint Edith Csicskája ellen. Jó. Tehát, hogy elmondta, hogy ebben amúgy van egy pici igazság, hogy ugye a Forza meg a Gran Turismo annyira leuralja az egész autós mezőnyt, hogy kérdezte, hogy mi értelme van ezek mellett a Need for Speednek. Ami ugye így a... Tehát sokan mondják, hogy hát még annó a régi a NFS 2, meg Porsche is, meg hasonló korszakban volt a fénypontja. Szerintem nem. Tehát
tehát egyértelműen látszik, hogy a Carbon Most Wanted Pro Street korszakban volt a fénypontja. Tehát így tényleg így felvetődött teszi, hogy mi értelme van. Én így azt mondanám, mert hogy elmondta, hogy hogyha csak szimplán ilyen szimulációs versenyzést akarunk, akkor ugye ott a Gran Turismo vagy az Assetto Corsa, ha egy ilyen kicsit lightabbat, akkor ott a Forza Motorsport, ha meg open world lightos versenyzést akarunk, akkor meg ott a Forza Horizon. Én viszont így azt mondanám, hogy szerintem a Need for Speednek annyiba lenne a mai napig értelme, hogy gyakorlatilag ez lenne, ha még úgy releváns játék lenne, tehát ez lenne az egyetlen egy sztori alapú versenyzős játék. Mert végül is a Shift volt az, aminek úgy nem volt sztoria, az új Most Wantednek nem. Szerintem ezek voltak, tehát a Shift 1-2, meg az a Most Wanted. A Hot Pursuitnek nem tudom, hogy van-e, lehet, hogy annak sincsen. Meg ugye a régieknek nem, de az Underground óta szinte mindegyiknek van. Ugye még a Pro Streetnek is van sztoria, pedig az egy ugye ilyen fesztiválos, zárt versenyzés. Úgyhogy én azt mondom, hogy tényleg ebből a szempontból lenne értelme, mert most a sztori alapú versenyzős játék, hogyha valaki nagyon azt akar és újjal akar játszani, akkor ugye semmi mással nem tud játszani, csak a crew-val. Tehát a crew meg amióta bejelentették, hogy ugye leállítják a leges-legelső crew-nak a szervereit, és ennek köszönhetően single player-be se lehet többé játszani a játékot. Szerintem így egyértelmű, hogy a crew az nem egy életbiztosítás. Mert pedig az első részével játszottam, amúgy az nem volt rossz. De tényleg, ez nem tudom, ez nekem valamilyen szinte azért kicsit szomorú, hogy ezek a underground stílusú versenyzős játékok, ezek ennyire kihaltak, mert ugye a, hát kettő ilyet tudtam. Ugye a izé volt, a Need for Speed, meg volt egy olyan, hogy Midnight Club. És ugye annak én egyetlen egy részével játszottam, ami megjelent PSP-re. De amúgy az se tűnt olyan rossznak, meg látszott, hogy annak is van sztoria. Meg ugye majd én tervezem végigjátszani a legelső ilyen komolyabb, ilyen sztoris versenyzős játékomat. Az nekem a, nem is a Need for Speed volt, hanem az RPM Tuning. Azt az, úgy emlékszem, hogy az ráadásul magyar feliratos volt. Mondjuk az RPM Tuningban azt tudom, hogy az rengeteg, mert azt is nem tudtuk nővéremmel végigvinni, mert az úgy volt nálunk, hogy annál aztán nem kérte a lemezt a játék. Azt egyik osztálytárs adta kölcsön, hogy feltelepítsük, és ezért is ott volt az, hogy azt nem tudtuk végigvinni. Mert ott ugye nagy hátrány volt az, hogy ott tört a kocsi kegyetlenül. Azt ki legalább egy második helyet tartani kéne. Azt mondja, csak olyat füstöl, hogy rendesen ott nem látszik a pályaszakasz. Na, még az első helyet is visszaszedtem. Na hát azt az mi a faszom, he? Mi ez a csalás? Hát, hogy a leggyorsabb kocsival vagyok, ez többig nyomom a gázt, majd széttörik a billentyű, az úgy előz meg, basz meg, mintha egy helybe állnék. Lássuk, Eclipse-el. Hát a következőnél törekedni kellene egy első helyre. Vagy még hogyha második is vagyok, akkor az kéne, hogy a szürke Eclipse biztos, hogy ne legyen az első.
Hát, te szarok ezen. És tényleg úgy röhelyez, hogy az Eclipse-et kellett lecserélnem. Pont azért, mert már nem tudtam egyszerűen lépést tartani a többiekkel. Új, de tudtam, hogy pont azt a tetves elválasztót. Hát ez aránylag tiszta volt. Jó, hát most a magazin címlappal már nagyon tudok mit kezdeni. Hét körös! De faszél nem engedézni tovább lépni rangba. Látom, az a gyökér is szerzett egy Skyline-t. Az azt hiszem Honda-val volt eddig. Na, most először láttam, hogy valaki ezt a shortcutot használta. Most sosem bírom rendesen eltalálni. Ah, de látom ott valaki más se. Anyádat azt! Ráadásul láttam, hogy ez a faszkalap az csak azért sem menne neki, pedig centiszta nagyon.
De geci, ez most komoly, bazza meg, hogy megy full átlagba az a nyomorult, az elém kell bebaszni egy kocsit. Pont amikor én megyek el ott. Na, megint ugyanaz a zöld faszkalap az, amelyik semminek nem megy neki. Na, tessék, de dupla shortcutot használtam, azt azért, azt előttem jön ki ugyanúgy. Ezt most is csak azt látom, hogy távolodik. Megint ott volt egy kocsi, azt ilyen légyreflexekkel természetesen megint kikerülte. Faszom ki, vagy még itt is képesek csalni. Na de jó, most a végre a Skyline ezért ki lett vonva a forgalomba, erre most elkezdő a 350Z. Náluk dössélyem át egy nyomorú. Egy kört kéne kibírni. Ó, bassza meg! Azt pedig nyomtam a jobbra a kikerülést.
Jó, mondjuk ez így el lett akkor intézve most. Annyira sikerült meglöknöm, hogy még mindig egy helybe áll. Na most indult el. Jó, hát most már csak sikerült. Na, jöhet a hét tetves, hét körös verseny. Ki a faszomnak volt ez az ötlete? Gyenne is az van, hogy már a hat körös is szenvedés volt, és akkor úgyhogy a hetedik körbe megcsúszok, és felpördülök, kész, de akkor lehet újra kezdeni, és rásul pont ez a szar pálya. Az igen. Hát kurva jól kezdődik. Mondjuk annyi a jó hír, hogy forgalmat azt nem nagyon látok. Úgyhogy ezen a pályán valószínűleg nem is lesz. Azt lebaszta az elejét a szegéllyel, akkor hogy volt megint előttem? De ezt a tetves kanyart nem lehet rendesen bevenni. Mert nem lenne vele bajom, hogy nem lehet bevenni, csak akkor az ellenfél se vegye már be. Erre mondom, hogy szarpálya, hogy itt is ezeket az oszlopokat azért rakták csak ide, mert tudták jól, hogy állandóan a játékos fent fog rajta akadni. Meg. Na, tehát ilyeneket kéne csinálni, mint ez a 350-ze is.
Még két kör. Itt van a seggembe megint valaki. Pont az a lila, amelyik képes arra, hogy telibe fejeljen frontálisan is szegélyt, ezt utána 3 másodperc múlva megint előttem legyen. A telibe vert kurva anyádat! Szopjál le! Ez így is megvan, geci! Hú, pislogni is alig mertem. És a faszom, hogy belém jött oldalról? Na, ez remélem a második hely. De ezt mondom, mindig nem tudom, hogy itt miért zárja el a zenét a játék. Hát ez egyelőre úgy tűnik, hogy ez már megvan. Ah, hát ez egy easy win. Ott a második hely. És akkor most már... Aha!
mindenhol másodikok vagyunk. Hát itt nem fogalmazta bele, hogy esetleg mondjuk itt az első helyért menne. Hát még azt sehogy nem lehetett volna kikerülni. Rohadjál meg! De miért nem takarodik fel? Hát nyomom rendesen balra. De őt meg nem engedett be a faszfej másik sávba. Beszarok. De azt annyira sikerült rácsapnom a shiftre, hogy most meg bezárult. Na, te égre. Na végre. Jó, nem adott új helyet. Még mivel mindenből egy van, én abban reménykedek, hogy most ez azt jelenti, hogy ez mindegyik a... Hát, szinte biztos, hogy mindegyik az első helyet jelenti, mert ugye itt Number One Racer a neve, Drag King, Drift Champ, meg Sprint Supremacy. Úgyhogy akkor elvileg ezek az első helyért mennek. Aha, tehát akkor itt most Todd-ot kell megverni. Most gyakorlatilag az első helyezetteket. A körversenynél ott valószínűleg Kurtot kell majd. Körültem volna, hogyha kocsik nincsenek. Na, legalább szép nyílt pálya volt. El is mondta ezért a
csávótót, hogy, hogy most ő el is hagyja inkább a város, mielőtt szétszedik, amiért egy ilyen púzer, mint én legyőzte. Ott az első helyen a Jani. Jöhet a drift. Jó, mondjuk ez kicsit olyan, olyan erőltetett nekem, hogy Dirtnek hívják a drift bajnokot. Nem, azt hiszem az Underground 2-ben ott lesz olyan drift verseny, ahol többen is vagyunk. Csak nem emlékeztem hirtelen, hogy az a ezébe van Undergroundba vagy a Carbonba, de, de szinte biztos most már, hogy az Undergroundba van. Vagy nem? Hát tudja a franc. Mert a Most Wantedba, abban tudom, hogy abban drift verseny sincs. Azt mondja neked, ezt a drift király harmadik helyezett. Na, hát Dirt ott nem csak én, hanem az összes többi versenyző is elkalapálta. Na és akkor jöhet a két már nem ennyire szórakoztató is. Na akkor itt Chad, most jelenleg a bajnok. We'll be right back.
De bazd meg, mitől csúszták meg? Hú, jó. Ott az a két kis botlás, de még így is sikerült. Na, és hát a legrosszabbat hagytam a legvégére. Piece of junk, az az egy bátor. És ráadásul ez pont a jobb map. Hát ez akkor lenne a jó map, hogyha a másik irányba menne. Most ő is shortcutozott egyet. Na hát, Kurt nagyon elfuhultál. Ez pedig még ezért még külön ilyen szöveget is kaptam arra, hogy Kurtnek van egy új Eric set, ahol senki nem tudja elverni. Na, akkor ezek szerint már csak a final boss van hátra. Na ez azért egy kicsit így felpimpeljük a dolgokat. Kezdjük itt. Még abból pont az néz ki a legjobban. Marad arany. Hát ezek szerintem maradnak. Esetleg még az, de hát ezek nem.
alap az marad szürke. Nem, marad piros, mert ami piros, az a rocse. Ezt lenne jó végre tudni, hogy ezeket hogy tudom eltávolítani. Egy. Annyira nem. Na ez. Az a baj, szerintem tehát csak ilyen gyártókat lehet, de automárkát azt nem. Mert a Nissant azt szívesen ráraknám. Így mondjuk. Na, performance az maxos, trade-in pedig nincs. Na, ez előtte iszunk egyet. Na, jöhet az Eddie. Skyline versus Skyline. Ó. Oh. Akkor ez még azok szerint nem Eddie. Mert elvileg TJ elbaszta Samantának a izéjét, a kocsiját. Vagy azt írja, hogy messed up Samantha's ride. Tehát ez azt jelenti, hogy elcseszte vagy szétcseszte Samantha kocsiját, de itt meg azt írja, hogy hogy győzzem le azért, hogy visszaszerezzem, tehát magyarul akkor ellopta. De hát az a TJ, ez rendes volt, nem? Hát ez adott nekünk alkatrészeket. Bazd meg, ez is ötkörös. Na, mondjuk itt nem itt kellett volna jönnöm. Köszönöm.
a szarházi még milyen kis ügyesen kikerült. Csott! Maradj is ott! De valahogy már zárkózik, és mégis felfele. Baszki nagyon beért. Ez megvan. Most azért, hogy visszaszereztem a kocsiját, akkor ezért body kitet választhatok. Hát akkor már inkább ez. Ez ennyi. Na, tehát az a lényeg, hogy kapni fogunk egy címlap fotót, hogyha megverjük Edit. Meg elmondta, hogy ezt ő se, meg Edi se gondolta volna, hogy idáig eljutunk. Na, én azt mondom, hogy viszont ehhez nekem kell a saját trackem. Menü, menü. Nem, bocsánat, ez marad, menü. Ez marad, és ez az, ami rei, és ez maradhat ólom. Menü. 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 Úgy az a három szám lesz. Így. Na. 101. Eddie ellen.
ugyanaz a body kitünk van, most vettem észre. Az várható volt, hogy a final boss az nem lesz olyan egyszerű. Jó van, Eddie, azért hibázzál már valamit. Elbasztam. Jó. Fú. Ezek szerint vége? Na, akkor nincs vége. Tehát nem tudni, hogy ki van abban a három... Tehát valaki megjelent egy Nissan 350Z-vel, és le akar minket nyomni. Úgyhogy nekünk kell lenyomni őt. De megvertem itt a város királyát, azt valami random kihívót is, most megkeres a körversenybe. Melissa. Ki a tököm az a Melissa? Mert a csaj, aki segített minket, az a Samantha. Mert hirtelen arra gondoltam, hogy ez a Melissa, ez nem a, az Underground 2-es csaj, aki ugye kölcsön adja nekünk a 350Z-t, de az a 350Z az nem így néz ki. Na, az zöld, azt valami lila matrica van rajta. Az a baj, hogy itt viszont vannak kocsik. Eddie elleni versenyen legalább nem voltak. Ha rájött az előbb, hogy ezen a shortcuton nem érdemes próbálkoznia.
eléggé ő, tehát tartja a lépést, meg már majdnem meg is előzött, de eléggé őrült módjára vezet. Hallom, hogy össze-vissza töri magát. Hallom, nitrózgat is. Az a baj, hogy ott muszáj volt nagyot fékeznem. Ő viszont nekiugratott valaminek. Ott muszáj volt nagyot fékeznem, különben felöklelem a kocsit. Jó, hát így elbaszta a Melissa. Random ki... Mondjuk a random kihívó még talán kicsit izasztó volt, mint az Eddie. Jaj, ez a csaja volt az Eddie-nek. Azért valami nagyobb ünneplésre számítottam. Így ennyi, hogy gratulálunk, teljesítetted az underground módot. Most már a quick race módban minden fel lett oldva. Most így kész. Azt rá, ezeket meg felzsavódotta valamiért. Hát... jó, hát egy kicsit olyan nagyon szolidra vették a végét, de úgy néz ki, hogy vége van. Tehát legyőztük Edit, az kész. Hát így, meg legyőztük a csaját is. Vagyis, de nem tudom. Tehát lehet, hogy ez nem a csaja volt. Vagy igazából a csaja volt, csak nem így nézett ki. Tehát valami olyan furcsa, mert ugye azt mondta Samantha, hogy ugye amikor a legelső verseny volt, és ott azt képzeltük el ugye, hogy az Akurával ott aprítunk, ott volt az, hogy azt mondta ugye Samantha, hogy erről ábrándozol. És ugye itt most megint azt mondta, amikor a csaj sétált felénk. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy csak képzeltük, mindegy, az olyan fura volt így ez a vége. De nem tudom, ez is olyan fura, hogy Eddie csak így kusba így elviselte, ahogy megvertük. Mindegy, hát így ezek szerint ennyi volt. Én azt mondanám amúgy, hogy nem volt olyan rossz játék, mint amennyire felbaszott itt az utolsó pár részbe. Nyilván az már tényleg már a frusztráció volt, hogy egyszerűen nem tudtam ezt vagy azt megverni. Meg hát nyilván az is rátett, hogy ugye itt ahogy láthattuk, hogy igazából egy új kocsit kellett venni, azt ugyanúgy ment tovább minden, mint ezelőtt. Úgyhogy, ja, hát így már annyira nem volt vészes, mint az Eclipse-el.
Mindegy, azt azért sajnálom mondjuk, hogy nem lehetett azzal végigvinni az egészet, mert valószínűleg sikerülhetett volna, de hát széttéptem volna az összes hajamat, mire az sikerül. Úgyhogy, hát ennyi volt így a Need for Speed utazásunk legelső állomása. Nyilván nem ez a legjobb rész, de hát mondhatjuk azt, hogy a nagy hódító útja a Need for Speednek itt indult. Mert biztosan voltak annak, akik játszottak az 1-el, a 2-vel, a 3-mal, meg a 2 Hot Pursuit-tel, meg a Porsche Unleashed-del, de én azt mondom, hogy szerintem tényleg ilyen, tehát olyan, hogy mindenki szeresse, azt szerintem az Underground-dal kezdődött. Hogy ott nagyon elkapták a stílusát, meg a közhangulatot, meg az éppen akkor divatos stílust. Úgyhogy ennek volt szerintem annyira köszönhető, és ugye most ezt próbálják az Unbound-dal is, csak hát most azért nincsen olyan fajta autós kultúra szerintem, mint annó. De mindegy, ezt majd akkor, amikor az Unbound rájárunk. Én azt mondom, hogy ez egy jó játék volt. Úgyhogy jön majd belőle ugye a kibeszélő, az elfeledettek epizód, illetve holnap, hát késő este, mert ugye sajnos beosztásnak köszönhető megint késő este, de holnap jön az Underground 2. Úgyhogy holnap találkozunk, addig is sziasztok!